Sok tisztelettel üdvözlök mindenkit, dr. Somkuti szerint a világ külön kiadását látják. Ebben a részben arról szeretnék beszélni, hogy nagyon elszokott a nyugati világ attól, hogy hogy néz ki egy háború, tegyük hozzá szerencsére. Ettől függetlenül a háborúnak a veszélye nem múlt el, és pontosan a határaink mellett lezajló események mutatják meg, hogy továbbra is megvan az esély egy hagyományos, klasszikus, ipari alapú konfliktusnak, ami az államok között zajlik. Ez a háború viszont nem csak fegyverekkel zajlik, hanem a nagy stratégia szintjén is, amelyet úgy szoktak összefoglalni, hogy minden az adott állam rendelkezésére álló eszköz, amely a célja eléréséhez vezet. Na most ezen a területen a nyugat sajnos nagyon rosszul áll. Nem csak azt a fajta gondolkodási képességet vesztettük el, hogy a háborút a súlyának megfelelően kezeljük, hanem a társadalomnak az a fajta ellenállási képessége, vagy az a fajta gondolkodásmódja szűnt meg, amelyben a háborúnak a következményeivel, illetve ennek a mondjuk a szélesebb vagy komolyabb következményeivel számol. Én ezt szellemi demilitarizálásának szoktam nevezni. Nyilván nem arról van szó, hogy a korábbi korok, mondjuk is vagy agresszív felfogásához kell visszatérni, hanem azt a fajta önvédelmi állapotot, azt a fajta önvédelmi háborúhoz való felkészültséget kell megteremteni, ami egyébként a teljes mértékben Európa-Konfon fintársának a sajátja, ahol a teljes és totális védelem koncepciójában nem csak a ha a fegyveres erők, hanem a társadalom is föl van készülve arra a rendkívüli állapotra, arra a rendkívüli helyzetre, amit a háború jelent, úgy a tartalékosok, mint maga a civil társadalom. Ez lenne egy elérendő cél, úgyhogy reményeim szerint valamikor erről is hosszasabban fogok beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet!